A Leitner Tamás által felkészített zöldmezes egriek 2 év kihagyás után általános és középiskolás játékosokkal tértek vissza a felnőtt bajnokságba. A hétvégi ellenfél, a fővárosi Neumann Pillangók pedig, ahogy az a pólójukon is látszik, az elmúlt 2 évben a bajnokság mellett a kupát is megnyerték. A rutinosabb kékmezes vendégek a korábban Egerben játszó Bartók Boglárka és a csapatkapitány Jetszín Vivian révén a második harmadban már 3-0-ra vezettek, sőt az utolsó játékrészben 5-1-re is, de a lelkes egri fiatalok egy percig sem adták fel. Ennek köszönhetően szoros, 6-4 lett a vége a Neumannnak. A meccs utáni értékelésben a vendégek másik volt egri játékosa, Szarvas Vera is a hazaiakat dicsérte. Nem tudtuk, hogy mire számítsunk az Egerrel kapcsolatban, mivel ezzel az új csapattal még nem játszottunk, de szeretnék gratulálni a lányoknak így a tévén keresztül is, mert nagyon ügyesek voltak, és szerintem Tamás bácsi nagyon jól összetett megint egy csapatot. Jelenleg a Phoenix az első, a Neumann pedig a második. Most, ha jól tudom, fix 3. helyen vagyunk. Igazából ez a meccs azért lett volna fontos, hogy egyel előrébb lépjünk 2. helyért, de még nincs vége a bajnokságnak, még mehetünk előre. A sportiskolás lányok legközelebb február 24-én a Komárom együttesét fogadják a Pásztorvölgyi Iskola torna termében.